nézzük. Ebben a pillanatban el is rajtoltak. Sok változás, nem, de egy történt. Rögtön a 5. helyről Szász Csaba előre jött Popovics Tibor mellé, és megelőzte már rögtön a rajtnál. Jobban kapta el a rajtot. És most megpróbálja Popovics Tibor visszaelőzni Szász Csabát. De ez nem jött össze, sőt le is maradt egy kicsit. Így most Csabáról, elől tehát továbbra is Gecse László, második Galampó Gergő, aki most megpróbált bebújni Gecse László mellé. Galampó Gergő nem ereszti el az első ilyen gokártozó Gecse Lászlót. Most megpróbál mellé befordulni, így viszont nehogy ő bukja el a második helyét. Volt egy kis tüvekedés abban a kanyarban. Első helyen tehát Gecse László, második Galankó Gergő, harmadik Barazoltán, negyedik Szász Csaba és Popovics Tibor esett vissza az 5. helyre. Tehát egy előzést láthatunk eddig mindjárt a rajtnál. Szász Csaba jobban kapta el a rajtot, és így megelőzte Popovics Tibort. Itt pedig Galankó Gergő próbálja megelőzni Gecse Lászlót. Ott falba került egy kicsit Szász Csaba, de nem vesztett pozíciót, kiszorult a szélére a pályának. Most, mintha Gecse László egy kicsit jobban elépett volna az őt üldöző Galampó Gergőtől és Szász Csabától, de Bara Zoltán esett. Visszatérve a versenyhez, Gecse László továbbra is az első, Galampó Gergő a második, folyamatos nyomás alá helyezve Gecse Lászlót. Harmadik helyen Szász Csaba, negyedik Bara Zoltán és ötödik Popovics Tibor, így Szász Csaba még egy helyet előre jött, már a harmadik helyen bokártozik. És kezdi felvenni a ritmust az első kettővel, kezdi őket utolérni. Továbbra is Gecse László az első, Galankó Gergő a második, Szász Csaba harmadik, Bara Zoltán negyedik és Popovics Tibor ötödik. Ami jó hír, hogy nem nagyon szakadnak el egymástól. Még az ötödik helyezett Popovics Tibor is lőtávolon belül van. Ha ott tud maradni, akkor még esetleg egy gumifalba állásból kifolyólag, vagy valami még előrébb is tud jönni, vagy hát még akár így is, hogyha fel tud zárkozni rájuk. Az első négyes az nagyon együtt van, és akkor egy nagyon-nagyon hangyány itt van, csak Popovics Tibor lemaradva. Még csak 5 perc telt el a 15 perces futamból, sőt még 5 perc sem, úgyhogy bőven van ideje felzárkozni.
Jecse László, tehát az első, továbbra is Galankó Gergő második, Szász Csaba harmadik, Bara Zoltán negyedik, Popovics Tibor ötödik. És közben egy szolgálati közleményt bemondanék, ez szerintem ezüst, vagy nem tudom, valakinek nem hiányzik egy medál. Ilyen vagy görög, vagy cirill betűk vannak a hátulján. Találtunk egyet a pályán, hát ha valakinek ez egy emlék, vagy valami ilyesmit, senkinek. Mindenki nézze meg a nyakában, megvannak-e a medálok. Azok kettőnik, hol állnak? Mindegy, akkor eltesszük majd a fióba, hát ha valaki jelentkezik érte. Annyi változás történt az élen, hogy Gecse László és Galankó Gergő egy kicsit meglépett, tehát szétszakadt közben a mezőny. És a harmadik helytől Szász Csaba már és Bara Zoltán és Popovics Tibor le vannak egy kicsit szakadva. És Galankó Gergő megelőzte Gecse Lászlót. Gecse László, én úgy láttam, hogy egy picit elvette a gázt. Azt ugyan nem értem, hogy miért, de elment mellette Galankó Gergő, és így följött az első helyre, vagyis hát most fogja nekem a live timing változtatni, így van, Galankó Gergő van az élen, Gecse László visszacsúszott a második helyre, Szász Csaba középen őrzi a harmadik helyét, Bara Zoltán, Levente a negyedik, és Popovics Tibor az ötödik. Továbbra is Galankó Gergő az első, Szász Csaba a második, Bara Zoltán, Levente a harmadik, Popovics Tibor negyedik, Gecse László ötödik. És most Szász Csaba beérte közben, ha jól látom. Nem, hogy beérte, meg is előzte. Nekem Szász Csabát mutatja már a második helyre, Gecse László ötödik. Lehet, hogy kimaradt nekem valami, és nem láttam, hogy való falvált, ez nem létezik. De létezik. Mert itt ment el akkor valahol, vagy falban volt, nem láttam sajnos. Bizony a pole pozícióból ötödik helyre esett vissza. Galankó Gergő a B-döntőbe az első, Szász Csaba második helyre jött föl, és a negyedik helyről indult. Bara Zoltán, Levente a harmadik helyen van. Onnan is indult. Popovics Tibor is visszakapta a negyedik helyét, ahonnan indult, és Szász Csaba esett vissza az első helyről, az utolsó helyről, ő az ötödik jelen pillanatban. 4 perccel a verseny leintése előtt.
A versenyben futott legjobb kör pedig a 11-es Gokárttal 24-173 Galankó Gergőjé. Száz Csabát vette üldözőbe Bara Zoltán Levente, köztük van Csata, a többiek már kicsit szét szakadtak. Az élen ugye Galankó Gergő torony magasan őrzi az első helyét, Száz Csaba a második, Bara Zoltán Levente a harmadik, de ő még folyamatosan támadja Száz Csabán, Popovics Tibor a negyedik és Gecse László az ötödik. Kettő és fél perccel a verseny vége előtt Bara Zoltán még azon van, az egyetlen egy csata. De hát ha még sokáig így folytatják, akkor közben felzárkozott Popovics Tibor is, úgyhogy lehet, hogy hármadik közül fog eldönni, hogy ki lesz a második, harmadik és negyedik. Lehet, hogy Száz Csaba védekezik folyamatosan, Bara Levente pedig támadja. És így nyilván belassult egy kicsit, ez pedig Popovics Tibornak kedvez, aki kezd rájuk felzárkózni, de hát nagyon kevés, 2 perc lesz hátra még, hogy egyáltalán utolérje, és akkor még próbáljon támadást indítani, ami ezen a pályán abszolút nem könnyű szerintem. Majd hát így meg főleg nem, hogyha még egy kicsit falaz is, így most le is maradt megint. Próbálkozások Bara Levente részéről Száz Csabával szemben, megpróbálja még az utolsó másfél percben is valahol megelőzni Száz Csabát, Bara Zoltán Levente. A többi helyen nincs változás, első nagyon nagy előnnyel Galankó Gergő, második Száz Csaba és Bara Zoltán Levente üldözi őt a harmadik helyen. Köztük van csak csata, Popovics Tibor le kicsi lemaradva a negyedik helyen, és Gecse László a polból visszaesett az ötödik helyre. És most megpróbál bebújni Bara Zoltán Levente Száz Csaba mellett. Még lesz egy kör, ha így folytatja, akkor még van egy esélye, hogy még egyszer megpróbálja. Galankó Gergő, ha majd körbeér, fogja leinteni, és ebben a pillanatban meg is előzte az utolsó körben Száz Csabát, Bara Zoltán Levente följött ezzel a második helyre. Itt jön majd Galankó Gergő. Hát az utolsó körben sikerült a szinte lehetetlen Bara Zoltán Leventének, és megelőzte Száz Csabát. Így följött a dobogó második fokára, és most fogják leinteni Galankó Gergőt. Ő megnyerte a B döntőt, ő végzett tehát a dobogó legfelső fokán. Most megnézzük. Egy pillanatra Száz Csaba visszatámadott, de onnan már nem fogja tudni megverni, így van. Bara Zoltán Levente az előző körben történt előzéséből kifolyólag följött a dobogó második fokára, Száz Csaba lett a harmadik, Popovics Tibor 4 és Gecse László az ötödik.